Olyan nyitott múzeum kialakítása a cél, amelyet főleg a fiatalok, de minden korosztály szívesen látogat, közölte Rémies Tibor múzeumigazgató. A József András Múzeum vezetője kiemelte, a Sóstóra nagy létszámban látogató vendégeket a megállapodásnak köszönhetően ezentúl sikerülhet majd becsologatni a múzeumba is. Az a tervem, az a vezérelvem, hogy nyitott múzeumot hozzunk létre. Tehát a nyitás ugye a turizmus felé történt meg, ráadásul már a múzeumok éjszakáján is olyan kiállításokat készítettünk, amelyik vonzó lehet a turisták számára is. Ugye arról már adtunk tájékoztatást, hogy a állatparkkal a múzeum már kötött egy ilyen szerződést, aminek az a lényege, hogy egymás jegyeit, ha bemutatjuk, akkor 10% kedvezménnyel lehet látogatni az intézményeket. Na most a Sóstó gyógyfürdővel ugyanezt megtettük. A múzeumban nem csak a magyar látogatókat várják, angol, orosz, szlovák és lengyel nyelven is biztosítanak tárlatvezetést. Évről évre nő a vendégek száma a strandon. A Sóstó gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója azt is kiemelte, örömmel írták alá az egyességet, ezzel is segítve a múzeum és a városközpont népszerűsítését a turisták között. Turisztikai szolgáltatóként, ugyanúgy, mint a József András Múzeum, vagy éppen a Kállai Kúria, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT fontosnak tartja, hogy a vendégei számára olyan szolgáltatásokat nyújtson, ajánljon, amely szolgáltatások érdemesek arra, hogy egy ideérkező turista meglátogassa ezeket. Itt a városban lévő és a városban Sóstóról bejövő turisták számára ilyen szolgáltatást tud nyújtani a Kállai Kúria és a József András Múzeum. Ezzel, hogy kölcsönösen egymás vendégei számára 10%-os kedvezményt biztosítunk, ezzel tulajdonképpen csak elősegítjük azt a folyamatot, hogy egy hét vagy hosszabb tartózkodás, egy gyógykúra esetében hosszabb tartózkodásról is beszélhetünk, alatt kulturális programokkal is színesítse egy turista az itt tartózkodásának az idejét. A 10%-os kedvezményt 5 napon belül lehet érvényesíteni a korábban váltott jegy felmutatásával. A családi csoportos belépőn kívül minden típusú jegyre beváltható a strandon. A város alpolgármestere a sajtótájékoztatón kiemelte, a Sóstón nagy mértékben fejlődik a turisztika, fontos azonban, hogy az ide látogatók a belvárosba is bejöjjenek. Hát, hogyha egyrészt jó kapcsolatot is ápolnak egymással, főleg akkor, hogyha vannak esetlegesen közös kulturális gyökerük, itt arra gondolok, hogy van egy fürdőkultúra, ami nem az elmúlt 10 évben alakult ki, hanem a római időktől kezdve azért végkísér az emberiségnek a történelmét. Itt van egy olyan múzeumintézmény hálózat, amely magának a városnak a kulturális dolgait őrzi. Mindig is az volt itt a baj, azt gondolom, hogy egy házán, hogy a Sóstóra látogatóknak a zöme nem jött be a városba, nem vette igénybe a szolgáltatást. És nem csak a múzeumokra gondolok, hanem az itt lévő nagyszámú kereskedelmi egységre is, kávézókra, éttermekre, boltokra. A kedvezmény a szerdai aláírás után életbe is lépett, így a látogatók ezentúl már érvényesíthetik a 10%-os engedményt.